Szerinted mi az, hogy 112? Az ajtóknak, a rendőröknek, meg a mentősöknek a segélyhívó száma. A legkisebbek között is vannak már, akik kívülről fújják, milyen számot kell hívni, ha baj van. Az egységes európai segélyhívó számot hazánkban 2013-ban vezették be, de megmaradtak a korábbi nemzeti hívószámok, azaz a 104, a 105 és a 107 is. Mindegy, melyiket tárcsázzuk, az ország két központjának valamelyikén fogadják hívásunkat. Szombathelyen, illetve Miskolcon állítottak föl két nagy hívásfogadó központot. Ide futnak be az országból a segélyhívások, és alapvetően ők egy ilyen előválogató tevékenységet végeznek. Ők egyébként szakavatott diszpécserek, egy szigorú eljárási protokoll szerint járnak el, és akkor ők döntik el elsődlegesen, hogy a beérkező hívások igénylik-e valamelyik készenléti szervnek a beavatkozását. A központba befutó hívásoknak azonban mindössze 30%-a olyan, amely valóban a készenléti szervek beavatkozását igényli. Sokan egyszerű információkérésre használják a segélyhívószámot, vagy éppen szórakozásból telefonálnak. Azt nézzük, hogy percenként a két hívásfogadó központban 8-10 hívás fogad be, és ha így lebontjuk, hogy ebből gyakorlatilag 2-3, amiben akár a katasztrófavédelemnek, akár a mentőknek vagy a rendőröknek reagálniuk kell, akkor így szerintem még képletesebb vagy szemléletesebb, hogy mekkora problémát jelentenek azok a hívások, amik nem idevalóak. Ez a két éve készült kampányvideó is arra hívja fel a figyelmet, mennyire nem mindegy, hogy milyen problémával hívjuk a 112-t. Irgalmatlan vészhelyzet van, mert a madaram felrepült a fára, és nem tudom leszedni, hogy... Na most elfelejtettem a PIN-kódomat, illetve kétszer már rosszul ütöttem be, és harmadszorra is kéri, hogy azt nem találom, az nekem micsoda? Halló! Küldjenek már valakit nagyon gyorsan, hát hallomlik a bojlerem, nincs melegvíz! Mégis mit kérszel? Az egységes segélyhívószám megfelelő használatának tudatosítását nem lehet elég korán kezdeni. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kampánya ezért idén a gyerekeket célozza meg. Ha a kicsikkel most megtanítjuk 6-7-8 éves gyerekekkel, hogy mit kell hívni, mikor kell hívni, mikor nem kell hívni, akkor a jövő nemzedéke tényleg úgy fog felnőni, hogy ez már beleépül a tudatába, és akkor ő már megfelelően fogja használni. Illetve hát én hiszek abban is, hogy a gyerekek nevelik a felnőtteket is, úgyhogy ha a gyerek tudja, akkor elmondja otthon is, és akkor ezzel így meg tudjuk szólítani a felnőtteket is. Ezt a olvasod, megkapod, hogy 112!